Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban osm fogunk. Jött egy frissítés a játékra, amely ö, alapján a rendes bajnokok ligájás meccseket tudjuk lejátszani úgy, hogy ö, tovább is lehet jutni, meg minden. Tehát tényleg egy rendes bajnokok ligája szimulátor konkrétan. Tehát én azt mondom, hogy próbáljuk ki. És kíváncsi leszek rá, hogy hogy fog működni. Oké, okay? és akkor Európai Elit Kupa. Ez a, ez a, BL. Itt vannak a csoportok. Hát igen, nagyokat azokat már nyilván elfoglalták. Öm, úgyhogy most így kell választanunk. Hát én a chelsea nem szeretnék lenni. Hát, igazán Zenith Zenit Lyon, Lipcse se lenne rossz, hogy őszinte legyek, de van egy Salzburg és egy Napoli. Szerintem a kettő közül fogok választani, és akkor még egy. Hát inkább akkor legyen a Napoli, mert ha esetleg tovább jutnánk a csoportból, akkor ilyen Barcelona, meg öm, rá, Madrid, Bayern ellen legyen egy kis esélyünk, egy minimális esélyünk. Hát jó, legyen a Napoli. Oké, okay. kíváncsi vagyok, hogy ö, mennyire fog működni ez a dolog. Három napunk van hátra a felkészülésből, majd úgy tervezem ö, ezt a, hát ö, idézőjelesen sorozatot, hogy ez lesz az első rész, és akkor utána a csoportkörös meccseket egyben, ö, vagy maximum kettő felé osztva, vagy első három, meg a, a, a második három mérkőzést, és akkor utána pedig hát talán egyesével, vagy, vagy utána is kettesével, de ezt majd még eldöntöm. Most pedig nézzük, hogy akkor hogyan is állunk. Szerintem eladni nem lehet játékosokat, mindjárt megnézzük. De el lehet adni játékosokat, úgyhogy ezeket a kisebb óvérű játékosokat egyből el is adjuk. Viszonylag gyorsan el szoktak menni ö, maximum árba az ilyen kisebbek, ráadásul, akik ilyen fiatalok azok meg pláne. Úgyhogy reméljük, hogy most is gyorsan. El, na, most is gyorsan el fognak menni. Hát 34 éves kapus, nem baj, azt is meg be kell adni. Van egy meret, az nagyon jó. A védelem is eléggé jó kulibali meg manalasszal. Ellen Ruiz, Zielinski, Lozano, Insigne. Aha. Hát egyenlőre még nem tudom, hogy az biztos, hogy a középpályát kéne megerősíteni. Meg hát meg a védelmet talán. Az biztos, hogy ezt a kettőt meg kell majd erősíteni. A középpályát a 100%. Egyébként az első meccsünk az a Liverpool ellen lesz, ugye? A való életben a Napoli elvert a Liverpoolt, t azt hiszem 2-0-ra. Reméljük, hogy itt is sikerülni fog ez a csoda. Menjünk egy edzést. Ez, ö, minél fiatalabb, ugye annál többet fejlődik. Úgyhogy én most lozánot küldöm el edzeni. Innen. Hát innen ruiz -t. A védők közül legyen egy. Ö, Manolas és itt pedig Meret. Oké. Okay. Taktikát azt, hát beállítani, beállítom egy egyenlőre rövid passzok csak támadás, itt védekezés zóna védekezés óvatos, az már túl óvatos, úgyhogy lesz normál a játék felfogás és a Liverpool ellen nem akarok teljes letámadást alkalmazni, mert azért mégiscsak a Liverpool ellen fogunk játszani. Úgyhogy labdatartás, hát egy kicsit azért lehet támadó, de igazából szerintem ennyi elég lesz. Aztán majd valahogy alakulni fog a dolog. Beállítunk egy felállást, én a 4-3-3-a felállást szoktam leginkább alkalmazni. Insigne, Milik, Mertens, Zsielinski, itt más nem tudok, 11 millió ö, pénzünk van, abból azért olyan sok mindent nem tudok venni. Megnézzük, hogy van-e az átigazolási, átigazolási listán valami jó, hát mondjuk ez a PP, ez így instant jöhet, ne csak 70 millió. Úgyhogy nézzük, hogy uh, ha, hát nincsen nagyon, tehát 11 millióért nem nagyon fogok venni senkit. Majd gyűlik a pénz, kijelölj át a specialistákat, jó, jel jelöljük ki. Ki legyen a izé? uh, a kapitány, legyen Mertens. Büntetőket, Milik talán. Inkább azt is Mertens, nem tudom. Szabadrugást mondjuk Zsielinski, és a szögletet, ö, inszínje. Oké, okay. nem tudom, ö, való életben kik szokták ezeket elvégezni. Nahápolit, sőt, egész, egész olasz bajnokságot nem követem. Úgyhogy ö, ez most ilyen találomra volt. Hát itt a pályát fejlesztjük minél előbb, hogy ö, kis bónusz szerezzünk hazai pályán. Kell még valamit csinálni? Azt hiszem mindent megcsináltunk játékos megfigyelőt azt most nem szeretnék, játszunk egy-két barátságos meccset, mondjuk a Bayern ellen. 4 3 megvertük a Bayern mintjent, úgyhogy nem a rendes kezdőnkkel állunk ki ugye most, mert a fele az edzésem van konkrétan. Játszunk még egyet a Real ellen is. 3 1 elvertük a Real Madridot, és akkor még egy meccset játszunk mondjuk a PSG ellen és 1-0. Na, mind a három meccset megnyertük. Ez jó, kezdésnek jó lesz. És akkor majd, is srácok, majd jelentkezem. Hát ö, most van három nap, 6 óra felkészülési idő. Itt most trédelgetni fogok játékosok közül, és akkor majd az első meccs napon veszem fel a következő videót, és utána a második, meg a harmadik meccset is akkor felveszem, és akkor azt egybe fogom kirakni úgyhogy egy ilyen jó hat nap múlva talán érkezik a következő rész, és akkor talán meg lesz már nagyjából a csapat is, meg minden, úgyhogy jó lesz, srácok, jó lesz. Viszont akkor ez így ennyi volt, szponzorok az, azokat, ja jó, nem emlékeztem, hogy állítottam volna, na mindegy. Stadiont is, oké, okay. jó. Na srácok, akkor köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy ez a játék is tetszik nektek, vagyis hát ez a fajta videó. Um, és hogy tényleg, hogyha tetszik az ötöd, akkor lájkoljátok, és akkor jövök majd a következő résszel. Na, sziasztok!